1846. október 18-án járt először Liszt Ferenc Szekszárdon, és adott két koncertet az akkor már pár éve elkészült Vármegyeháza nagy termében. Ezek a látogatások meghatározóak voltak a későbbi megyei jogú város életében, hiszen az addigra világhírű zeneszerző jelenléte hozzájárult Szekszárd kulturális, különösen zenei életéhez. A mostani emlékest Kacián János nyugalmazott levéltári főtanácsos szervezésével jött létre. Sokszor hallom egy-egy helyen büszkén emlegetik, hogy egy egész napot náluk töltött Liszt Ferenc. Itt a négy látogatása alkalmával összesen 141 napig tartózkodott, és több zenei eseménynek a művének a megkomponálása és különböző más ünnepi alkalom fűződik a négy látogatás és annak emlékéhez. Az ez során ünnepi köszöntőt mondott Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere, aki arról beszélt, hogy nagyon fontosnak tartja a zeneszerző emlékének ápolását, és örül, hogy ennyien eljöttek a hangversenyre, mert ez azt bizonyítja, hogy sokak számára meghatározó Liszt Ferenc zenéje. Az emlékszobába eltöltött idő során kapcsán az villant át az agyamon, mi lenne nélkülük. Gyakorlatilag mennyivel szegényebb lenne az emberiség, és hát gyakorlatilag ezek a fantasztikus művek, ha nem jöttek volna létre, akkor azért az biztos, hogy óriási hiányt jelentene. Az ünnepség keretein belül a Vármegyeháza dísztermében megkoszorúzták a terem falán lévő emléktáblát, majd Király Csaba zongora és orgona művész, a Liszt Ferenc Társaság elnöke adott koncertet.